Nagyon fontos témával folytatjuk, és már is bemutatjuk a vendégeket, mert többen vannak, és mindig kevés időnk van. Fitos Dombai Laura, a Dorko Royalty és Royalty kampány felelőse, Sif Mónika, a vakvezető, kutya kiképzőközpont vezetője, és Tóth Sándor, a Pico Pet Food Kft. Ügyvezetője. Jó reggelt! Szervusztok. Jó reggelt! Na meséljetek, hogy miért vagytok így együtt? Ugye van egy kampány, van egy segítség, és vannak a vakvezető kutyák. Hogy mi a kampány? Ha megengeditek, akkor ezt én így elkezdeném. Alapvetően a Dorko márka életében már a kezdetektől fogva egy kitűzött cél volt az, hogy olyan karitatív szervezetek, fontos ügyek, problémák mellé álljunk ki, amik alapvetően nem kapnak elég nagy hangsúlyt így a társadalomban. És egy hosszabb kutakodás eredménye volt az, hogy rátaláltunk Momóékra, tehát a Magyar Vakok és Gyengéllátók Országos Szövetségének kutyaiskolájára. Aztán a találkozásunk alkalmával elég hamar megerősödött bennünk az ötlet, hogy mindenképpen erre szeretnénk a kampányunkat építeni. És mi az, ami megfogott, hogy miért pont őket választottátok? Az akkori számok, amik azóta szerencsére már változtak, hiszen idén már 5 éves a kampány, az akkori számok annyira ijesztőek, illetve drasztikusak voltak, hogy nem volt kérdés számunkra, hogy ennek szeretnénk egy kis propagandát, hírverést kelteni. Nagyon helyes. És egyébként nagyon jó kampányaitok voltak az elmúlt időszakban. Ugye még nekem is megvan szerintem otthon a bögrém. Ugye, amit ennek apropóján lehetett vásárolni. Igen. Ez tavaly előtt volt? Minden évben vannak bögrék, illetve bögréken kívül egy-egy kollekció is születni szokott, pont azért, hogy ennek a befolyt összegből a nyereség 100%-át továbbíthatjuk. Uh-huh. Vagy legközelebb, hogyha nőnapra csináltok valamit, mert most láttam több ismert hölgyet, így van ilyen kapusznis felsőbe, akkor a Györgyinek is adjatok, mert ő rajta nagyon jól áll. Nem a kapusznis felső istenje. Hát nem az elég a kapusznis felső, hanem maga a kampány. Önök hogyan csatlakoznak, magától értetődik, de hát akkor mesélje azt nekünk, hogy mióta tart a segítsége? A társaságunk nedves állateledelgyártással foglalkozik Magyarországon, és mindig érzékenyek voltunk erre a témára, hogy a társadalmat ilyen módon segítsük. És annak idején volt egy rendezvény, ahol összetalálkoztunk a Dorko képviselőivel, és akkor eldöntöttük, hogy ez egy olyan fontos ügy lehet, ahol kétféle módon tudjuk támogatni a dolgot. Az egyik az, hogy állateledelt bocsátunk a részükre, ez több alkalommal meg is történt. A másik dolog pedig, hogy tavaly évben egy hipermarketnél csináltunk egy akciót a Dorkóval közösen, hogy az onnan befolyt összegekkel fogjuk támogatni a vakvezető kutyák. No, Móni, mesél ezt el a nézőknek, mert szerintem halvány lila gőze nincs a legtöbb embernek arról, hogy egy vakvezető kutya kiképzése mennyi időbe telik, mennyi pénzbe kerül, egyáltalán hogyan működik. Igen. Magyar Vakok és Gyengéllátók Országos Szövetségének, mivel hozzájuk tartozunk, egy kutya kiképzése 3,6 millió forintjába kerül, ami azt jelenti, hogy mi már a tervezéstől egészen a kutyus haláláig végig nyomon követjük őt, és ezért nem mindegy, hogy milyen programokban vesz részt. Mikor kezdik egyébként a kölyök nevelését? A kölyök nevelés az már 8-7-es korban elkezdődik a tenyésztés után, egészen a kutya 1 éves koráig, majd átkerül a kiképzési programba, ott 6 hónap, és a következő másfél év pedig már az utógondozási program, amikor a közlekedés biztonsági vizsga után nyomon követjük a párosokat szakmailag, egészségügyileg, mindenhogy. Na várjon, tehát 6 hónapig megy a kutyának a kiképzése, és utána azt már oda lehet adni egy személynek, aki már az ő életét 100%-ban segíti. Így van, nyilván átadó tanfolyamon kell részt venni, ami kb. 2 hónap, és ezen a közlekedés biztonsági vizsga. Az micsoda az átadó tanfolyam? Tehát többször találkoznak, megismerik, kiválasztják egymást, több kutyából választanak? Nem, mindig a kutyához választunk gazdát, tehát nagyon sokan várnak vakvezető kutyára, van, aki több hónapot is. Mindig a kész kutyához választunk megfelelő habitusú és mentális embert, és beköltöznek 5 napos átadó tanfolyamra, és utána pedig lakóhely átadó tanfolyam vesz részt. Hogyan tudnak akkor így a kampányban önök segíteni, vagy mennyi ideig tart ez, hogyan működik? Nálunk ez már idén 5. éve folyamatosan zajló kampány. Alapvetően én azt gondolom, hogy 2 út van erre általunk. Az egyik ugye a már korábban említett kollekció megvásárlása, a másik út pedig az egyfajta hírveréssel szeretnénk ugye segíteni, így minden évben megtartunk egy-egy kampányfotózást, ahova hazai sportolókat, művészeket, közszereplőket hívunk el, hogy az arcukkal álljanak ki a kampány mellett. Ez minden évben egyébként sikeres,
és ezáltal nagyon sok sajtó megjelenés, illetve közösségi médiában való képek születnek. Sándor is egyébként pont egy ilyen nagyobb PR kampány keretein belül talált ránk. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok. Hát reméljük, hogy minél több vak és gyengéllátó találja meg a maga kis kutyáját. Sok sikert a kampányhoz. Igen, ezzel találunk a kampányhoz. Köszönjük.